Ez még a zenében van. Csőset. Készen álltok? Erre. Ez itt a League of Legends. Kéne beszélnem erről, hogy most ez hogy jutott eszembe. Elmondom, és hogy jutott eszembe. Úgy voltam vele, hogy idén még úgyse voltak, hogy hajlamaim. Össze kell hozni. Szóval most játszani fogok. Túl boldog vagyok, szóval úgy voltam vele, hogy adok egy esélyt 2024-ben is a LOL-nak. 23-ban egy percet se játszottam vele. 22-ben meg kb. 2-t. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Legyen az új, vagy régi. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Az eneba.com-nál az ügyfélnek nem kell aggódni azon, hogy a kód, amit megvesz, működik vagy sem. 024-es élő chat supportot kínálnak neked. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat. Ebben biztos lehetsz, tehát nem kell aggódnod, hogyha esetleg valami nem jó, akkor ők segíteni fognak neked. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Való, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen! Ranked menjen, azt mondod? Amúgy lehet, hogy igazad van. Hogy lehet rankedet menni? Ja, rank sorolt. Meg kell nézni, melyik ösvényre megyünk. Na, én alulra akarok menni. Vagy fölülre. Elutasítottam, bazd meg véletlenül, geci, a készre akartam rákattintani. Azt hiszed, én ezt hogy csinálták meg? Egész YouTube-ot? Hát nem mondom meg neked, de egy biztos. A magyar YouTube közösségnek köszönhetően vagyok itt, te paraszt. Megpróbálsz lekicsinyálni, de te semmi vagy a rajongóimhoz képest. Szerintem inkább mennél most rögtön baszni magad, mert úgysem tudod megérteni a nagyságomat. Azt a kurva. Bazd meg. Bazd meg. Ja, meg amúgy a másik dolog, ami miatt még úgy voltam vele, hogy loloznom kell, hogy most már a külsőm megvan hozzá, mert egy jó ideje nem borotválkoztam, nem izéltem le a fejemet se. Megvan a félig kopasz stiló, van hozzá ilyen kis vendeles pedobajszom, illetve még itt is akad ilyen neckbird. Tehát a legkeményebb Discord moderátor kinézetemet hozom ma. És nyomjuk. Mit pikkeljek? Bazeg, vannak ilyen rúnák. Ja, ezt el is felejtettem, melyikkel? Nincsenek is ilyen neim. Célpont elleni sebzés. Tényleges sebzés. Háromfélét írtok, meg kinek higgyek? Elfogadás. Mi van? Tiltsak ki egyet. Kitiltottam ezt. Nagyon jó vagyok, chat, ne aggódjatok. Mondom, úgy voltam vele, hogy ki kell próbálni, meg kell adni neki az esélyt, tudod? Idén minden olyan játékot fogok játszani, amit utálok. Ki kell próbálni azokat a játékokat, amiket gyűlölök, és a hangok nyertek, bazd meg. Teljes képernyő, oké. Legjobb minőségre rakunk mindent. Hút, rakom. Amúgy látnám, azt kell. Oppá! Jaj, nem a VSD-vel kell menni. Ezek hát nem is a VOSD-vel kell menni. Én így fogok nyomni. Miért akad így? Most miért laggolok? Azért, mert 600 FPS-en van amúgy. Lehet, hogy azért? Hova menjek amúgy? Föl kéne mennem, nem? Oda. De miért kell lokkolni az FPS-t? De én 280 Hz-es monitoron játszok, és kajak 280 nincsen, csak 240. Tegyük föl azt, hogy a Valorant nem létezik. És nem hallottak még róla, de létezik, vágod, ott azért fontos az a 40 Hz is. Akkor ebben a játékban miért nem? Óvatosságra int engem. Ja, akkor most mit az azt jelenti, hogy menjek el innen? Veszek itemeket mindjárt, egyelőre még nincs rá szükségem, úgy érzem. Az majd egy kicsit később jön. Profi vagyok, nem kell segítség, srácok. Mi ez a genkelés, matchhouse? Ne beszélj már így velem, hallod? Valaki timeoutolja, nem tudom mit jelent, lehet, hogy valami meleg kifejezés lehet. Biztos tudsz kezelni? Idéző. Nem. Dzsungelesek szoktak? Én dzsungelesnek érzem magam. Kíváncsi vagyok, melyikkel tudom magamat jobban felbaszni. Ezt a játékot nem értem, a cheat azt értem. A cheat azért baszom fel magam, mert értem. Addig, amíg nem érted a játékot, addig egyáltalán nem tudod magadat felbaszni rajta. Tehát addig szabad játszani, amíg nem leszel ideges. Mert ha ideges vagy, akkor már nem játszol, hanem csak szimplán ideges vagy. Ezt üzenném azoknak a lolosoknak, akik most azt mondják a csatán, hogy én nagyon rossz játékos vagyok. Nem, jó játékos vagyok. Figyelj, a legkisebb rangba is kell lenni valakinek, na ott akarok lenni. Azért látjátok, hogy tapasztalata van a bátyának, mert úgy levelepoltam, hogy nyomtam a kontrollt, nem kattintottam rá. Sok év meg a rutin, tudjátok. Budapesten csöberek, mert itt van a helyem a királyok között. A sümegi házamat megbebasztam, már rég eladtam azt a nokedis parasztelepet. Olyan szar volt ott, hogy csak úgy fosott belőle az egész. Most meg itt fetreng az idióta Mannin a festett körmi buzi, és rágja a faszomat a hazugságaival. Az kurva jó hangzik. Szerinted miért kellene érdekelnie a nézőket, hogy hol lakom? Nem tudod, hogy a privát szférám kurvára nem érdekel senkit? Vedd magad ökörnek, és ne basztass a hülye kérdéseiddel. Az kemény.
le kell tálcáznom, de miért? Ez lenne a legegyszerűbb játék, amit letálcáznék, és nem lehet egyszerűen normálisan. Szóljatok rá Riot Games, hogy csinálja meg a játékát, mert nem tudtam cipőt venni, mert szürke volt az összes. Mit művelsz? Gentoo fog beszállat, légy szíves, legközelebb valorantozni fog menni. Most idén csak olyan játékokkal fogok játszani, vagy nem tudod, ezt a januárt ezt lehet, hogy rászállnám arra, hogy kínozzam magamat. Kínozni fogom magamat egész januárban. Na, hol van a cipő? Hogy tudom megvenni a cipőt? Mi a kurva csinálja? Itt van egy cipő, és nem tudom megvenni. Bagos a játék. A rúnából megkapott ki. Mi a faszom az a rúna? Na jó, hagyjatok. Akkor most mit vegyek? Összes tárgy. Ó, na itt már látszanak is a dolgok. Serény? Várja, használjunk ilyen lolos szavakat. Láttátok, miért flankeltem? Az flankelés? Láttátok, mit dodzsolok? Mit henkelek? Látjátok, mit grompoltam? Bazd meg, geci. Szét fogom placsolni magam. Én ezt nem bírom. Sidesteppeltem, srácok, láttad? Sidesteppeltem, igen. Stepmom. Egy szövetségest meggyilkoltak. Támadási sebesség, az mindig jól jön. Itt van az a kis azt kemény doti, kösz szépen. Puszika. Kösz szépen. Assza kurva. Hát nem igazán, ez erre nézd rá, nézd meg, erre apám ránézne, mit mondanak a kajak. Őszinte leszek, hogyha Windows-os háttérképemen kattingatnék, szerintem ugyanannyi lenne a satisfaction benne. Miért a D-vel flash-elsz? Tesóm, nem tudom, vágod, ki kellett volna cserélnem. A valahogy megcserélődött, nem tudom. Vágod, el vagyok veszve itt a shopban, nem tudom, mi a fasz kéne csinálnom, szóval... Aha, várj, itt a cipő. Hát, ez csodálatos. Kell coach. Nem tudom, amúgy lehet. Nosra, kezdek OP lenni amúgy. Kell egy hell! Ez egy magyar ember, aki itt van velem. Na, itt van megint egy loros nokedli. Hát nem tudom, mi a fenét találnak az emberek abban a játékban. Csak ülnek ott az anyjuk garázsában és egész nap virtuális karakterekkel nyomják, mint valami szopatlanok. Nem értem, hogy lehet ennyire retardátnak lenni. Inkább csinálj valami hasznosat az életeddel. Azt kurva! Hát régen aramoztam, vágod? Azt így vágom, hogy hogyan kell játszani egy mobával. De azon kívül, hogy mi az irány... Ki kérdője? De segítek, ne aggódj! Várjál, itt vagyok. Az viszlát, gatyasz, nézd, segítek! Majdnem meghaltam úgy. Szerintem közel volt. Ez amúgy... Ez egy nagy play volt szerintem. Baszd meg! Hilleltem egy kicsit, de hát ez... Jó, igen, jó, ez csal amúgy rá, ez teljes mértékben látszott, hogy csal. Túl sok HP-ja volt ahhoz, hogy ez reális legyen, átírt a Cheat Engine-be szerintem. Nem lett volna pénzem amúgy se. Miért halok meg? Mi történik? Nem értem, vágod, miért égek? Ignite volt a kibaszott minion? Tesó! Jó! Dupla V-chat! Hát most pont igen. Mondjuk ott kell a segítségnek, itt látom. Oda megyek. Kurva! Kettős gyilkosság. Jövök segíteni, srácok, itt vagyok. Most mi a baj? Mi volt ez a kérdőjelezés? Ez kicsit toxikus amúgy, nem tudom. Lehet reportolni fogom őket. Ez már a segítség része? Igen, jövök, vágod, itt vagyok. Megjöttem. Azt figyeld! Na jó! Hú, kész. Ennyi, srácok. Profi vagyok, ember. Ott a kill. És megyünk haza. Az első killem rankedben. Legtehetségesebb MF játékos. Köszönöm szépen. Bóknak veszem. Ne légy Pimasz. Mi a faszommal kéne véleményt mondani egy olyan szarjátékról, mint a League of Legends? Csak köcsög idióták játszanak vele, akiknek semmi jobb dolguk nincs az életben. Hát ez... Megvan a saját pöcsük, hogy ilyen szarokat játszanak egész nap? Én inkább bebaszok egy jó nagyot, mint hogy nézzek egy ilyen parasztjátékot. Aki hát... ezt tolja, az vagy egy beteges vagy egy kibaszott szopatlantról. Szóval nem, kurva anyád, no kedvi? Eltűnt, bazd meg! Jó, igen, hacker amúgy, láthatatlanság meg ilyenek, ez nekem meg semmi ilyesmiről nincsen szó. Csak pisztolyaim vannak, meg ilyen faszom szívecskés suhanás. Suhanás, geci. Hát ez semmit nem ér. Ezt a karaktert csak azért rakták be a játékba, hogy szexi legyen, meg izé. Csináljanak róla f***okat. Nem is tudom, miért ezt választottam. Tesó, ne! Na, azt ott úgy le fogom ultizni. Júj, de meg fog halni a srác.
Hát igen. Még nem tudja, ő még nem tudja, de itt én vagyok a legnagyobb játékos. Csak még nem tudom, hogy hogyan fogom kivitelezni a move-omat. Ajaj, lehet, hogy nem így. De majd innen valahonnan jövök. Jó, hogy ott van még egy torony. Ó, bazd meg. Én azt a tornyot akarom lerombolni. Nyertünk, baszod. Hát ez kemény, látjátok? Na és ez nélkülem nem sikerült volna. Tüntest ki a csapattársadat. Timo. Valkyrie kérdezi, mi a kedvenc játékod az alkoholon kívül? Hextech jutalom, micsoda? Haver, az alkoholom a legjobb játék. Nem kell nekem semmi más. A vodicka vádkön mindig nyerő. Az én hűtársam a bulikban. De ha muszáj válaszolnom, akkor talán a szarosz szét a világot a kedvenc játékom. Azon vagyok, hogy mindenkit meggyőzzek arról, hogy Herbie a király, és mindenki más egy rakás szopatlantról. Az egy jó játék amúgy. Azt adom. Jó, hát ennyi volt a LOL szerintem, srácok. Én, nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a játék még mindig nem jó. Nem volt olyan rossz amúgy az a helyzet. Nem volt rossz. De játszottam már jobba. Rendelt a Mekiből, bazd meg, hát ezt fogom nézni, hogy a Herbie eszik. Most elméletileg valami felszopónál lakik, majd erről valaki beavathatna amúgy egy kicsit. Na kérem szégyen, 11 óra 50 van a Foodora applikációval. Rendeltem a McDonald'sból, ami 3 kilométerre van a Pesti úton, ahol voltam a dohánybódban. Ilyen 35-40 percet ír, ugye most kaptam egy ilyen visszaszámlálót. 2 darab ilyen sajtburger moment menü. Ez nagyon kemény amúgy, hogy ez ilyen ennyire új neki ez a dolog, hogy lehet rendelni a McDonald'sból, úristen. Nem emlékszem. Megláttam a sajtburger és menü. Nagyon szoktam menüzni. Mondom, most menü legyen. Az nem. Sajtburger moment. Nem kértem semmi extrát, nem kértem extra sajtot, vagy békönt, vagy uborkát. Kiválasztottam. Ez egy nagyon fontos részletek amúgy. 2600 valamennyi volt. Szóval 2 sajtburger, 2 krumpli, 2 kóla. Szia! Ja. Az nagyon drága amúgy. Már 1300 valamennyi volt a menü. Borra valószínűleg ennyi pénze van. Most a főszopónál él, nem kell fizetni otthon a számlákat. De 3600 valamennyi lett a vége. Ugye mindennel együtt, hogy borra való, stb. Ilyesmi. Na mindjárt meglátjuk, hogy mennyi idő múlva, mennyi mindent hoznak. 3600-ért. Hát ha már ott volt, hogy borra való, nem volt pofám rákattintani, hogy nem. Mert ez az első benyomása lesz a futárnak. Elköltözött? Én nem tudom, hogy mióta van ott. Hát most nézd meg. Már 9 napja, tökre nem ott van. Már máshol van az öreg. Ez az új lór, hogy elköltözött otthonra. Most már nem a simegen van. Valamit sajnál lakik, nem? Budapesti kaland. Úristen! Keletitől gyalog nyugatiba. De várj, most ezt a meg is rendelés erre vagyok kíváncsi. Azért választottam az érintkezésmentes kombinációt, hogy csak lerakja a kapuba. Mert működne. Hogy felakasztja a kilincse, mert a kutyák ugatnak, ő elmegy, és én mire kimegyek, hogy a kutyákat meg bent marasztalom a dűről, ő már pont elment, meg nem is lopja el más. Ja, hát amúgy ezt gondolom akkor csináltam, amikor az ember, akinél lakott, az ugye elment dolgozni. Valószínűleg dolgozni ment amúgy. És amíg az ember, akinél lakik, dolgozik, addig ő rendeli a Mekit oda. Vagy ez rosszat tud. Az kemény. Kajak így leszkemmel is saját magát kajával vágod. Feltel, de már így vagyok az ablakon. Csát ezt. 15 kötőjel 25 percet ír az applikáció, így telik az idő. Hát úgy számoltam, olyan 20 kötőjel 30 között kell, hogy megérkezzünk. 20. Miért nem az volt a sajtóba, hogy hova kötötték fel ezt a gyereket? Bazd meg, Drogcsó. Sziasztok, jó estéket, hogy vagytok? Drogcsó megkötötte a nyakkendőt. Köszönöm szépen. Szegény Herbie beteg amúgy. Hát. Nem néz ki a legnagyobb formájában. Nincsen a formájában. És most, hogy megrendeltem, eddig nem voltam éhes, így, hogy tudom, hogy úton van, olyan éhes lettem, mint a szar. 1, 2, 3, 4. Na most változott át az animáció egy robogós emberkére. Na majd jön. Egy gomb, hogy csetelj a futárral. 10-15 perc. A rollerrel nincs annyi a perc. Csetel futára, bazony. De miért van ott a felszopónál? Ki ez a felszopó? Én nem értem ezt a sztorit, ezt valaki magyarázza már nekem. Na nézzük a budapesti kalandot. Inkább a timestamp-től nézzem. Bazmunk, kajak, timestamp-től nézzem. Végig hallgattam a procedúrát itt mögöttem. Mi történt? Hogy én hogy rühellem ezt a mai generációs fiúcskákat? Még nekiállt fejem. Érvénytelen diák igazolvánnyal utazott, diák jeggyel. És akkor kérdezték is.
hogy tud róla, hogy érvénytelen? Igen. Maga felszállt úgy utazni, hogy tudott róla, hogy érvénytelen? Igen. És akkor ugye ez a következőnél le kell szállni. És neki állt feljebb, és akkor mondta is a kalauz, hogy amúgy az lenne, hogy 25 000 forint, szabálysértés, és hatósági intézkedés a következő megállónál, mert nem akar fizetni. Még neki a fejbe, hogy le kell szállni. Bűnöző geci. És végig... Bűnöző geci, bűnöző geci. Tudtam, hogy mond valamilyet. Imádom, imádom, hogy erről jeppel az öreg vágon. Mondj, hogy valakinek érvénytelen diákigazolványa van, bazd meg. Hörbinek meg érvénytelen élete van, geci, tehát igazából nem tudom, hogy melyik a jobb. Mint aki engem felhívatott, mikor ott voltak Balázsék meg Simegen. Hazugságait nyomja, saját magát égeti, és közben nevetgél. Miközben bűncselekmény követel. Meg várjál már, egy megálló, még akkor az a akadémia új telepre akart volna jönni, de Rákoson összeállították, az mennyi lehet? 220 forint a teljes áru? Az igen. Ezek írkálják a neten a felnőtteknek, hogy hogy kéne élni, meg mit ne csináljon, meg mit csináljon. Ez már projektálás szerintem, itt már személyes értettség vette át a stafétát. Nincs 220 forintja, bazd. De gondolom a cigi meg a hel a kezében van. Ezt ennyire büszkén kimondja úgy, hogy közben issza a kibaszott vodickát, geci. Úristen, na hát kinek tart, hol az élete, ugyebár? Lehet, hogy verseny amúgy, lehet, hogy így akart rákontrázni, hogy ő azért már egy kicsit lentebb van ezen a szinten. Ráadásul a vonaton. Az nem bűnözés amúgy, hogyha alkoholt iszik a vonaton? MÁV büfében is kapható, és a vonat büfében is kapható alkohol. Akkor viszont lehet, tehát lehet, hogy csak azt szabadott elfogyasztani, amit ott vettél, több mint valószínű, nem? Én megbasztam volna 25 ezerre. Azt mondja, hogy nincs. Igen, te mindig mindent máshogy csináltál volna. Már annyi pénz, akkor leszállítottam volna, és megválni a rendőröket. Kicsit tanuljon már abból, hogy a felnőttek világa milyen, és nem minden vicc meg röhögés. Mennyit tud beszélni a semmiről? Hülye faszkal a bongyorgecik. Az a Ria új telep. Jézusom. Pupi leírt, hogy látod a Dreher gyárat? És a gyárat? Hol? Ez Citroën. Már elhagytam, nem? Csak késik a lokátor. Nem tudom, azért 14 évesek szoktak ilyeneket csinálni szerintem. Most is bazdmeg egy tolószékes csajon élősködik. Akinek amúgy is van elég problémája. És gondolom, ő meg oda ment, hogy hát ő mivel nem, ő nem tolószékes, akkor biztos tud segíteni neki meg ilyenek. Gondolom. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi segítség és mennyi teher, hogy kiegyensúlyozza ezzel a kettő egymást. Van egy olyan tippem, hogy nem. Mi vagyunk lokátorozva, azt mindig látjuk, hol van a másik. Hatalmas. És erre miért van erre szükség? De az nem a nője, akinél lakik. Azzal nincsenek együtt, akinél lakik. Most akkor van még egy csaj? Van még egy másik nő? Mozgássérült csajnál lakik és összejött vele, Pupillának hívják, eredetileg csak pár napra ment fel hozzá, de azóta minden este megkérte a kezét a hópos gyűrűvel, a múltkori live-ban smároltak, holnap mennek Sümegre a gépért és a monitorért és a kuktáért, szóval itt fog folytatódni minden. Tesó, úristen, legkomolyabb Pörbi DLC, bazd meg. Lehet, hogy a csaj megneveli. Nézzük a jó oldalát. Hát ez elég, nem hiszem, hogy a csaj sokáig el tudja viselni a Hörbit. Valóságban valószínűleg nem olyan lesz, mint a videókban. Vagyis hát valószínűleg de, csak amikor nem forog a kamera, akkor szerintem még rosszabb is tud lenni. Van egy ilyen érzésem. Az alkoholistáknál általában szoktak lenni elég kemény dolgok mentálisan. És alapból így kicsit zavarodott már az elméje neki, meg minden. Szegény tolószékes Pupillának is le fogja lakni házát. És akkor a Sümegiket, szóval mi a faszom lesz most? Arra a házra meg majd vigyázni. Az egy kajak, a Sümegi házra meg majd ki fog vigyázni a fűrjök? Döbbenetén vannak a fűrjök. Ja, majd a Rocker Bazsi megneveli őket. Ez jó barát ez a Hörbi. A Rocker Bazsinak lekurja a nőjét, rábízza majd a üzéket, fűrjöket, meg mindent. Get Wi-Fi anywhere you go! Kösz szépen, Norberto! Mit nyög? Ennyire nehéz a táskája?
Ha mondjuk, hogy 40 kiló lennék, én sem bírnám el annyira a táskát. Most ez már az outro, hogy megy haza? Na majd csak... Szóval most itt hátrafele jöttem vonatügyileg kinézelnek. Ugye múltkor mondtam, hogy kicsit fel kell tenni, visszafordulni. De jó a hang amúgy, tényleg. Ez igényes. 2012 óta YouTube-ozik nekünk. Jó hozott be mindent Magyarországra, de az, hogy a szélfogót tegyen a mikrofonra, bazd meg. Az iPhone... Befektetett egy mikrofonba, aztán nem is használja az idióta. Ja, vett mikrofont is amúgy. Simán lehetett volna menni egy normálisat és használhatná is, de... Ha minek? Az túl igényes. Itt még a végén nyár lett. Én most főzni akarok, Pupilla meg pakolgatni. Azt mondja, hogy mindig én pakolgatok, aztán most már ő is hasznosnak akarja érezni magát. Bár ez olyan hülyeség. Hát ezt nem ott kell. Ja, igen, hogy az ágyba kell hasznosnak érezni magát, gondolom, amit erre gondolt, mert látom, hogy te nagyon büszke mosolyt nála. Ez kemény, kemény, gyönyörű tényleg. Akkor én meg valamit főzök, mert hogy elaludjak, mert nekem az ilyen vonat, meg mi ez, Big Mac, iszok két felest, meg ilyenek ez. A nő az felszopó, igen. Tolószékes csaj, Pesten lakik, és most nála fog lakni a Hörbi. Összejöttek elméletileg. Most több TikTok live-ből is elméletileg a Hörbi megkérte a kezét a hópos gyűrűvel. Nem tudom, mit jelent a hópos gyűrű amúgy. Becsúszik a gyerek, úristen, tesó, meghalnék. Kapott még annó Székesfehérváron a postatuszba egy gyűrűt, amiben bele van gravírozva egy hóp, és azóta hordja, és azt adta neki. Közterületen nyomja. Hú, ittam én már meleg vodkát, de ez forró. A csajok a dohányban nagyon befűtöttek. Lassan jön a fizu, simogán tele lesz a postaláda, a NAV e-maileket nem merte még megnyitni, mert jó kedve van. Arra emlékszik, a 90-nel lóg a NAV-nak, meg 44-jel a könyvelőnek. Na meg ugye most jön a havi, most jön majd a havi adó, meg könyvelő, és 16k lesz. A NAV weboldal még mindig nem működik neki, Pupillas azt mondta neki, hogy van laptopja, nézze meg azon, de nem akarta Péters. Pupilla keres neki olcsóbb könyvelőt, de nem fogja lemondani a Sümegit közvetlenül, majd egyszer csak nem ír neki többet. Hm, az jó, ez, és te ezt honnan? Mi, mennyit nézted, ha Hörvit amúgy? Mennyit nézed? Nem látok, borozó. Hagyjad már! Van árlista? Iszok egy felest, azt szarok. Jó, az kemény. Kártyával lehet fizetni. ATM van itt. Jó, oké, köszi. Nem lehet kártyával fizetni. Hú, de jó hely. Fröccsszaga volt a bácsiknak. Mondjuk a faszom. Én abban nem raknám bele a kártyámat, de nagyon remélem, hogy a Hörbi bele fogja rakni. Nem OTP, és ez 1500-at szokott levonni. Meg a kártya sincs nálam, mert nem hoztam pénztárcát, ez meg nem érintős, mi? Nem hozott pénztárcát, és be akart menni, bazd meg a kocsmába. Mondjuk be. Hogy what? Hogyan lehet egyensúlyt teremteni az egyén etnikai identitása és a társadalmi összetartozás között a globalizáció és a multikulturalizmus korában? Na ez egy kurva jó kérdés, amire a Herbie tud válaszolni szerintem. Nézzük. Ez nagyon jó kérdés lesz. Mi a kurva érdekes neked az etnikai identitás és a társadalmi összetartozás közötti egyensúlyról beszélni? Nem tudsz saját agyaddal gondolkodni? Vagy mi a fasz van? A globalizáció és a multikulturalizmus megint csak a szűznök egyiknek fontos, akik azt hiszik, hogy a világ egy csodásai, ahol mindenki boldogban él egymás mellett. De a valóság az, hogy a különböző etnikumok között mindig lesznek konfliktusok és ellentétek, mert mindenki csak a saját segélyt nézi. Az emberek hajlamosak másokat osztályozni, előítéleteket tartani és gyűlölni azokat, akik nem olyanok, mint ők. Ez az emberi természet, ami nem változik azért, mert van internet és repülőgépek. Szóval felejtsd el az egyensúlyról való dumát, mert nincs ilyen. Mindig lesznek viták és konfliktusok, és a legjobb, amit tehetsz, az az, hogy figyelsz magadra és a saját kötött kis közösségedre. Az kemény amúgy. Hát, ragyog. De az is lehet, hogy ragad. Hát 450 volt a fél royal, feles nem 4 cent. 500-ból kértem, 5000-est adtam, és úristen már... Most ülve, most kakil amúgy? Épp nem, ma próba adta, és alig tudták megoldani, bazd meg, hogy 5000-esből visszaadjon 4500-at.
Köszönöm, sziasztok! Vágatlan, hát úgy szoktam megvágni a videókat, hogy amikor ugye megnyitod az iPhone-on a kis videózást, akkor nem csak a stop gomb van, hanem van egy pauze is, tudod? És akkor, amikor vágni akar, akkor megnyomja azt. És ennyi, szerintem. És amúgy nem mosod kezet. Rám nyitottak. Szarás közben? Mondom pillanat, azt mondja, csak nyugodtan. Én ideges nem voltam, cukrás, de fagyi. Amúgy sem mosott volna kezet amúgy. Ez hatalmas content amúgy, mit akartak ezt? Most, hogy Pesten van, lehet, hogy jó éle majd virágozni fog a csatornája. Két okos rivális lesz, amúgy mehetne az IRL. Úristen, az mekkora lenne, hogyha két okos IRL-ben találkozna a Hörbivel és oda mennének hozzá. És fixen, amúgy ők tuti bekérdeznék. Körút, ez nagyon híres. Itt már voltam kamionnal. Ha megnézem, mik történtek a telefonon, amik szartam. Mi van? Csomót messengerezek, meg nézegetem itt, hogy hol írtak, mit írtak. Végig görgetem az Instagramot, szóval itt tök el vagyok. Volt itt az LTS-ben, geci. És itt van előtt. Itt laksz, mit? Hoppá, kösz az infót, mit? Köszi szépen. Tettem 10 percre nyugat. Nem sokára megy, érted a hóp. Na most indultam meg a keletiből. Ki a faszom száll fel ilyen szarokra pénzért? Hörbinek van jogsia, de hogy van jogsia, vágod a kamionozást, azt úgy értette, hogy Euro Truck Simulator. Cigirágóról szól ez a dal amúgy. Cigim elégett rég, 12 óra van, a cigim elégett rég, 12 óra van, nem találom a honlapot, nem találom a honlapot, merre kéne menjek én, 12 óra van, keresem őt, de elárultam, yeah, wow, mindig keresem őt, elmentem innen, úgy fight. 12 óra van, de elfáradtam B-be, én nem tudom, merre kéne menjek, a cigim rég elégett. Húha. Amúgy ez jó, ez srácok, ez szerintem jó, de az a baj, hogy... Ez jó, ez amúgy. Jó, srácok! A ritmus megvolt, tune-ba volt. Mihez képest jó? Jó, hát mihez képest jó, fiáim, hogy ez igaz. Ehhez képest jó. Tesó, ez a játék nem a gyengéké. Az utolsó szó mindig a gyémát bengémé. Mi a véleményed Tóth Gabiról? Mi a véleményed Tóth Gabiról? Te magad is tudod, hogy egy kurva jó csaj az, bassza meg. Az a hangja, az a kisugárzása, hát bassz meg, mindent visz. Én mondjuk nem vagyok oda a főzéseiről szóló videókért, mert az úgy tűnik, mintha csak azért lenne, hogy még több paraszt nézőt szerezzen. Főzés. De bassza meg, legalább őszinte kurva jó zenéket csinál, nem úgy, mint a többiek. Hajrá, Gabi! Hajrá, Gabi! Mi a fasz? Ezt nem gondoltam volna, hogy szereti a Tóth Gabit. Mi a fasz? Itt van hang is amúgy, nincs is hang. Srácok, szempedeltem, érezted? Nagyon nagy volt a beat. Magyar egészen már nem tudom miért, de gondoltam, beküldöm ezt a videót. Úcset! Szia! A mai videóban azt fogjuk csinálni, hogy követned kell, amit mondok. Bra. Tehát én mondom, hogy mi lesz a feladat, neked pedig csak annyit... Úristen!
hoppá, júj. Olyan kicsi a világ. Na ez. A nagyobb társi. Meg vagy ezt a darab csinálni? 15 évet és évek menjünk össze, vagy vagy ezt a darab csinálni? Figyelj, hogy jövök, te köcsök. Ezt én csináltam. Ezt a saját hangommal tréneltem ezt az AI-t. 3 napig tréneltem ezt az AI-t. Valaki nem él, valaki csak él. Nem találok nincsen másban, de vár, merre is jártam. Én voltam Sivan a csapatodban, mikor lolosztál, sorry, ha kissé toxik voltam. Várjad, hogy 2 éve nem léptem be a játékba. És soha nem rankedeztem még, és úgy voltam, hogy most, hogy belépek random, pörög a ranked. Nem tűnt föl. Vágod, úgy voltam vele, hogy figyelj, valakinek kell a legkisebb rangba is lennie, és elindulok azon az úton. És sikerült. Vagyis nem, mert lúzol, hogy mi? Nyertünk. És egy killem volt, az pedig nagyon király volt, szóval meg voltam elégedve. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád a nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.